Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Felújítások a bonyhádi óvodákban, minden intézményben zajlottak beruházások. 497 éve történt a Mohácsi csata, a sereg útvonalát lovagolják végig civilek. Jótékonysági sportnap, rászoruló gyerekeknek gyűjtöttek a sárkányhajósok. 210 kicsi iskola kezdését segítik, 2,5 millió forint értékben adományozott tanszereket a Máltai Szeretetszolgálat. Felújítások zajlottak a bonyhádi óvodákban nyáron. Új játékok valamennyi intézménybe kerültek, de volt, ahol a csapadékvíz elvezetést fejlesztették, máshol pedig a régi kaput cserélték újra. A nyár folyamán több felújítás és fejlesztés is történt a Bonyhád és környékének óvodáiban. A több mint 10 millió forintos projekt sok kisebb beruházást is finanszírozott, mint például kapujavítás, csapadék elvezetés, ablakok lecserélése és új kinti játékok vásárlása. Elég mozgalmas és gazdag nyárról tudok idén is beszámolni. Most már sok éve a bőség zavarával küzdünk, ha szabad ezt így fogalmazni, hiszen az önkormányzat olyan összegeket biztosít az intézmény számára a különböző beruházási, fejlesztési, felújítási célokra, amik sok lehetőséget tartogatnak, és hát gyakorlatilag szinte minden óvodába jut minden évben új eszköz, vagy valami olyasmi valósul meg, amire már régóta várunk. Az óvodáknak a bonyhádi polgármesteri hivatal műszaki osztálya is segítséget nyújtott a munkálatok során. Horváth Klára intézményvezető elmondta, mennyire fontos egy jó együttműködés egy ilyen beruházás lebonyolításánál. A hivatal műszaki osztálya jelentős segítséget nyújtott itt ebben az egész folyamatban. Teljes nyáron felügyelték a kivitelezést, a beruházásokat, úgyhogy ezért hát igazán köszönet illeti a kollégákat. Tudom, ez a dolguk is, de mégiscsak úgy érzem, hogy egy jó együttműködés a hivatallal az mindig nagyon-nagyon segíti az intézményvezetőnek a munkáját. A fejlesztéseket lesz, aki kihasználja, hiszen az intézmények nem szenvednek hiányt gyerekek terén. A beszoktatási időszak már megkezdődött a legkisebbeknek, és a dolgozók is úgy látják, hogy egy sikeres, jó tanév kezdődik idén, szeptemberben. Eltűnt férfi holtteste került elő a faddi Dunaholtákból. Az áldozatot rendőrök, tűzoltók, civil kutatómentők, polgárőrök és halőrök is keresték. A szakemberek víz alatt használható szonárt és rohamcsónakot is bevetettek. Az áldozaton még így sem tudtak segíteni. Az elhunyt férfit egy nappal a kutatás megkezdését követően emelték ki a vízből. Biztossá vált, hogy januártól nem csak a 2024 után telepített lakossági napelemeknél szűnik meg az éves szaldó elszámolás lehetősége, hanem a régebbi rendszereket is átteszik havi elszámolásba. Ezt az energiaügyi miniszter jelentette be. Lantos Csaba a videóban arról beszélt, hogy korábbi napelemesek élvezhették a szaldó elszámolást, és ez a feltelepítéstől számított 10 évig így is marad, csak az éves rendszer helyett havi elszámolásra állnak át majd január 1-től. Aki újonnan száll be a rendszerbe, annak már bruttó elszámolás lesz, tette hozzá a miniszter. Aki meg újonnan jön föl, annak ugye bruttó elszámolása lesz. Nagyjából ezek a változások. És valóban az a jó hír, hogy szeptemberben ki fogunk jönni azzal, hogy hol lehet Magyarországon újra napelemeket a háztetőkre tenni. Ugye volt egy korlátozás, mert nagyon gyorsan növekedett a napelempark Magyarország, és a hálózat úgy tűnt, hogy nem mindenhol képes ezzel lépést tartani. Közben nagyon sok fejlesztés megtörtént, kormány beavatkozott, sok fejlesztés megtörtént, és azt tudom mondani, hogy szeptemberben kijövünk új lehetőségekkel arra, hogy Magyarországon számos településen, számos körzetben várhatóan lehet majd napelemeket feltelepíteni a tetőkre. Éppen 497 évvel ezelőtt zajlott a Mohácsi csata. 1526. augusztus 29-én Magyarország királya II. Lajos elesett a harcokban, ugyanúgy, mint 26 ezer lovagja is. Az eseményeknek tragikus hatása lett a hazai viszonyokra. Erre emlékezve tartanak minden évben lovastúrát civilek azon az útvonalon, amin a királyi sereg végig haladt. Stábunk Tolnán érte utol a hagyományőrzőket. Ah,
Hetedik alkalommal indult útjára a Mohácsi csatai fordulója alkalmából szervezett lovaszarándoklat szombaton. A túrázók az Érd, Ercsi, Dunaújváros, Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Báta, Dunaszekcső útvonalat, tehát az 1526-ban a csatába igyekvő magyar sereg egykori vonulási irányát követve augusztus 29-én érkeztek meg Mohácsra. Ez most már a hetedik éve, hogy ez a zarándoklat megvalósul. Az első két évben nem a mi egyesületünk vezette, a mi vezetésünkkel ötödik éve zajlik a zarándoklat. Ugye az 1526-os Mohácsi csatavesztés emlékére tesszük meg ezt az utat, emlékezve a hősökre. A zarándoklat során felkeresték az emléktáblákat, és a megemlékezéseken emlékszallagot helyeztek el. A lovas csoport mintegy 200 kilométeres útvonalat jár végig Lóháton, ezen az útvonalon vonult végig a magyar királyi sereg, hogy aztán Mohácson összecsapjon a török haderővel. 1926-ban a Akházi Kamil, aki akkor az akkori hadtörténeti intézetnek volt az igazgatója, akkor döntött el, ugye a csata 400. évfordulóján, hogy hát emlékezzünk meg valamilyen formában a felvonuló seregről, második Lajos királyról, és akkor történészek segítségével összeállítottak táblákat, amik a tábláknak az a különlegessége, hogy nem csak azt mutatja be, hogy na, akkor emlékezzünk meg a csatáról, hanem egy nagyon rövid leírást is tartalmaz, hogy éppen akkor ott azon a helyszínen mi történt a sereggel, mi történt a királlyal. Tehát egy történelmi áttekintést kapunk, hogyha végigmegyünk ezeknek a tábláknak a nyomvonalán. És 2016-ban 490. évfordulón dr. Négyes Lajos hadtörténész hívta fel a figyelmünket ezekre a tábláknak a sorozatára, és akkor a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság részéről, akik ugye a Mohácsi Nemzeti Parknak Mohácsi Nemzeti Emlékhelynek a kezelői, döntöttük el, hogy hát egy történelmi zarándokútot hozunk létre, történelmi hagyományozók segítségével, és hát vannak, akik kerékpárral, vannak, akik gyalogjárják végig, de most már hetedik alkalommal egy történelmi hagyományozó egyesület, a Rádi József Huszár Bandérium azok, akik korabeli viseletben végigjárják az útvonalat és mutatják meg a helyi lakosoknak, hogy mi is történhetett annak idején, mondjuk 500 évvel ezelőtt. A csata 400. évfordulóján a Magyar Királyi Hadtörténeti Múzeum 1926-os kezdeményezéseik lette, ugyanis az intézmény akkori vezetője Akházi Kamil alezredes felhívására azokon a településeken, ahol a Mohácsi csatába igyekvő II. Lajos király sereget táborozott, emléktáblákat helyeztek el. Innen is a túra célja, felhívni a figyelmet az emlékhelyek sorára. Rendőrök tartottak nyárzáró foglalkozást a gyerekeknek Bonyhádon a helyi könyvtár szervezésében. A tanév közeli kezdetére tekintettel elsősorban közlekedési, balesetmegelőzési témákról volt szó. Az előadáson hallottakat, tanultakat a kicsik egy erre a célra kiépített kerékpáros ügyességi pályán gyakorolhatták. A program keretében szó esett még a 112-es egységes segélyhívószám rendeleti szerű használatáról is. Jótékonysági napot tartott vasárnap a Lapátolna Sárkányhajó Klub Egyesület Tolnán. Rászoruló gyerekeknek gyűjtöttek, emellett pedig az Ázsiából származó sporttal ismertették meg a résztvevőket. A rendezvény keretében az érdeklődők a programok mellett az eredetileg Dél-Kínából származó sporttal is megismerkedhettek, és lehetőség volt ennek a különleges kenunak az egésznapos kipróbálására, ami egy új látványosságként szolgált a Holduna partján. Ezt a több mint 12 méter hosszú kenutípusú hajót elől sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszíti. Az összefogásnak a célja az rászoruló családok megsegítése volt, akiknek nehézséget okoz az iskolakezdés, ezért a szervezők a családsegítő központtal együttműködve egy cipősdobozni támogatást kértek a rendezvényen résztvevőktől. Adományok már érkeztek, ruhanemük, iskolaszerek, játékok, plüssjátékok, tartós élelmiszerek már volt, aki a mai reggelen idejött és odaadta, illetve volt már, aki előzőleg, aki úgy gondolt, hogy nem tud eljönni, ő már adta, és akkor szeretettel várjuk a további adományokat is. A családsegítő központ már kiérkezett, ők is tartanak kézműves foglalkozást, illetve hát majd az adományok rendszerezésében ők segítenek. A szervezők főzőversennyel is készültek, ahol
halas és többek között paprikás ételek, mint borjúpörkölt rotyogott a bográcsokban. A zsűrizésben Mancinger László helyi mesterszakács volt a segítségükre. Megmondom őszintén, anyósomtól tanultam a bogyiszlói pörkölt főzést. Ez úgy történik, hogy alulra teszem a csontosabb húsokat, a következő réteg paprika, paradicsom, hagyma, fokhagyma apróra vágva, piros paprika, só, akkor még egy réteg hús, akkor ugyanezt megismételem még egyszer, és a legtetejére a hús. Ennyi. A klub elnöke reméli, hogy ezt az első alkalmat több is fogja követni majd. Családi nap keretében ismerték el a település legjobb tanulóit és fiatal sportolóit Kapospulán. A helyi önkormányzat 2017 óta díjazza a kiemelkedő eredményt elért tehetségeket. A jó tanuló, jó sportoló díjakat most adták át. Potápi Árpád János államtitkártól, a térség országgyűlési képviselőjétől, valamint Stemmer József polgármestertől 18 általános iskolás, 16 középiskolás, illetve 10 felsőoktatási tanulmányt folytató diák vehette át az elismerést. Ezt követően az új közvilágítást is megtekintette az államtitkár. A közel 20 millió forintos fejlesztés révén jelentős energiamegtakarítást ér el az önkormányzat. Ünnepi közgyűlésen emlékeztek Szekszárdon arra, hogy 1905. augusztus 29-én alakult meg az első városi képviselőtestület a településen. A rendezvénynek a helyi Babics Mihály Kulturális Központ adott otthont. A vármegye székelyen már hagyomány, hogy ez alkalomból díjakat adnak át. Díszpolgári kitüntető címet idén Horváth Béla egyetemi tanár vehetett át. Pro Urbe emlékplakettet hárman kaptak. Lovas Csilla, a Vosinszky-Mór Múzeum osztályvezetője, főmúzeológus, Szili Lajos zenetanár, korábbi zeneiskolai igazgató, valamint Posztumusz Hut József, a Szekszárd Paksi Vizitársulat korábbi igazgatója. Idén mintegy 210 gyerek iskolakezdését tudja segíteni a Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja. A szervezet ezúttal több mint 2,5 millió forint értékben adományozott tanszereket a rászorulóknak. Már az év elején elkezdték a tanszerek gyűjtését a Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportjának önkéntesei, ugyanis az árak jelentős emelkedése miatt számítottak rá, hogy az egyébként is szűkös körülmények között élő családoknak sokkal nehezebb dolga lesz iskola kezdéskor. A kemény munka kifizetődött, hiszen ezúttal is számos gyereknek tud segíteni a szervezet. Tavaly 210 gyereknek adtunk így konkrétan évre szólóan csomagot, és hihetetlen, de pontosan 210, nem ugyanannak a gyerekeknek, de pontosan 210 gyereknek érkezett be idén is kérelem. Hát ugye most már lesz olyan, aki még kérne, mert ugye azért, ahogy hallják, most jövő hónap elején, mikor a havi osztásunkat tartunk, arra tartalékoltunk valamennyi tanszert, hogy akkor még ott tudjunk segíteni. Az előző évben mintegy 2 millió forint értékben tudtak tanszert eljutatni a segítségre szoruló diákokhoz. Ez az összeg idén megközelíti a 3 millió forintot. Mindez a beérkezett adományokból, áruházi gyűjtésekből, illetve vállalkozói felajánlásokból jött össze. Hát ebben ugye van elég sok használt eszköz, de jó minőségűek is használhatók. Például 82 darab iskolatáskát kaptunk. Hát ezeket 5000 forint értéken tartjuk nyilván, de hát ez a táskáknak a jó része 15-20000 forintnál kezdődik, tehát ez egy nagyon nagy értékű dolog azoknak a gyerekeknek, akikhez most eljut, egyébként soha nem lehetne ilyen jellegű táskájuk. Az adományok gyűjtése azonban itt nem áll meg, a szekszárdi önkéntesek továbbra is folyamatosan várják a felajánlásokat, hogy a helyi és a környező településeken élő családokat segíteni tudják. Regionális híreink következnek. Borzból készített ételeket kínáltak Székely-Szabaron, már a harmadik fesztiválnál járnak a helyiek. Rally a faluban, nyárból csúszható autós bemutató Szederkénben. Ittas vezetési szabályozás, a zéró toleranciáról kérdeztük a minisztert. Régen a főúri asztalok büszkesége volt, ma már viszolygással teli kíváncsiságot vált a borszósból készült étel. Igazi különlegesség ez a vad, amely Székely-Szabarra csábította az érdeklődőket. A harmadik borszfőző fesztivált rendezték a településen, ahol borszpörkölt és borszburger is várta az ínyenceket.
Mosolygos borza fazékban, ez volt a székelyszabari borzfőző fesztivál emblémája a hétvégén. Most is jönnek még, hát ugye, mert 4 órától Roland is hívott meg a pakos Pécsről, vagy... Ez pedig már a borsz hússal teli kondér. Pörköltet készítettek ebből a különleges alapanyagból. A főszakács azt mondja, a borsz húst is úgy készítik, mint a többi vadat. Ugyanúgy, mint egy, akár egy szarvast, akár egy vadisztót csinálnak meg, és a saját levében. Erre semmilyen víz nincs öntve, ő a saját levét főzi most. És akkor ezt fűszerezzük egy kis fűszerköménnyel, kis majorannával, ezeket ragjuk bele, sót állítjuk be rajta a kis paprikával, és addig főzünk, meg nem fogod. Semmi különleges fűszer nem kell. Semmi különleges fűszer nem kell bele. Én azt gondolom, hogy minden húsnak meg kell legyen a saját ízének, ugyanúgy szarvasnak, vadisztónak, borznak is, a júnak is, a kecskének, és mindennek legyen meg a saját íze, semmi különleges, ami elveheti az ízét. A borz előkészítés azonban időigényes, csak a színhús maradhat, így minden zsiradéktól, hártyától meg kell tisztítani. Kicsit nehéz a munka vele, mert apró. Kicsi a comb, kicsi a csont, kicsi a hús. Igazából 5-6 kilós borzokról beszélünk, ha megnyúzzuk, lesz 3 kiló csontosak, vagy 4 kiló. És ezeket még mindig ki kell pucolni a hátjától, a zsírtól, fagyutól. Minden, ami káros. A készítők azt mondják, sok félreértés miatt visszajognak sokan a borztól, ezeknek azonban nincs alapja. Büdös borzzal hozzák össze, aminek semmi köze nincs. Összehozzák az amerikai borzzal. Így van, semmi köze. Ő európai. Az európai borz az nem büdös? Nem büdös, nincs bűzmirigye. Ő nem tud frecskendezni, ő nem büdös. Neki nincs ilyen, mint az amerikai borznak, vagy ennek a... A bűzös borz nevezető. Mesében látott, nagyon fricskeljük és büdösek vagyunk. És mondjuk, hogy borz, és akkor összeszeditek az út mellett. Nem, ez ugyanolyan vad, mint a másik, lövik a vadászok, vagy csapdázzák. Ez ugyanolyan vad, mint egy őz, egy szarvas, ugyanúgy ejtik el. Illetve az elkészítése is hasonló. Régen a főúri asztalok különlegessége volt a borz, mondják a fesztivál szervezői. A mostani alapanyagot vadásztársaságoktól szerezték be, a húsokat állatorvos vizsgálta be, így teljes biztonsággal fogyaszthatók. A pörkölt mellett készült borzburger is. A húspogácsához sertésszalonnát adtak, hogy meglegyen benne a kellő zsíradék. Egyébként egy nagyon tiszta hús, nagyon szép színe is van, az illata is egyáltalán nem penetráns, tehát ugye mi az a baj, összekeverjük az amerikai büdös borzalami borzunkat, és ugye ezért van sokak fejében az, hogy ez egy olyan ellenszenves dolog. Nyilván nincs benne annyira a köztudatban a borzhús, mint olyan, főleg így a magyar konyha tekintetében sem. Viszont hát egy őshonos állatunk, úgyhogy igazából egy próbát abszolút megér szerintem. És érkezett is az első próbálkozó. Nagyon finom. Finom. Mire hasonlít az íze a borzhús? Vad. Ennyi? Vad. Semmi bántó íz, semmi olyan... Nagyon finom, tényleg nagyon jó. Mindenkinek ajánlom. Székelyszabaron a szombati volt a harmadik borzfőző fesztivál. Mi már többször ettünk borzot, többször főztünk baráti társasággal. A plakáton lévő hármas szám az egy kicsit megtévesztő, mert ilyen nagy volumenben gyakorlatilag az első fesztiválunk. Az első kettő az inkább baráti társaságban történt. Gondoltuk, hogy lépünk egy nagyot, és így lett belül ez a rendezvény. A polgármester azt mondja, mindenképpen egy különleges fesztivált akartak létrehozni, ezért esett a választás erre a vadfajtára. Az önkormányzat főzte, sütötte a borzhúst. A település parkjában pedig több társaság más vadhússal készült, így nem minden étel szólt a borzról. Autósportos búcsút vettek a nyártól Szederkényben. Rally bemutatóval, autófelvonulással és esti mulatsággal köszönt el a település a vakáció időszakától augusztus utolsó hétvégéjén. Tavaly rendezték meg az első ilyen eseményt. Annak sikerén felbuzdulva idén is az autóké volt a főszerep a baranyai településen. Yeah.
rögtek a motorok, csikorogtak a kerekek hétfőjén Szederkényben. A faluban kijelölt pályán mentek a rallisok. Tavaly indult ez a kezdeményezés, amit idén folytattak, mondta a település vezetője. Tavaly volt 750 éves a településünk, és akkor volt először itt ez a rally bemutató, és olyan sikere volt mostanihoz hasonlóan, azonnal mondták minden fórumon, hogy ezt meg kell ismételni, mert hogy ez annyira komoly volt, és szervező már tavasszal Leopold Zsoltnak hívják az úriembert, tavasszal már megkeresett minket, hogy akkor ezt ismételjük meg, tegyünk rá még egy lapáttal, úgyhogy ezt láthatják most itt a nézők. Az önkormányzat szervezte a nyárvégi eseményt, ahol az autóké volt a főszerep. A Szederkényi nyárzáró rendezvényünk, az önkormányzat a fő szponzora, támogatója. Jól látjátok, igazából a főszerep a benzingőzés, a gumiszagé, hogyha fogalmazhatok így. Egy rally bemutatót látunk most, 9-kor kezdődött, 3 óráig fog tartani. Mellette itt a hátam mögött veteránautó kiállítás. Amikor vége a rallinak, akkor a településen az összes autó tesz egy nagy kört, megmutatjuk a nagy közönségnek, bár itt is elég sokan vannak. Összesen 50-en álltak rajthoz a rally bemutatón. A település közösségi házának udvarán pedig 15 autó állt, ezek vettek részt a felvonulásban. A 2000-es lélekszámú Szederkényben a délutáni program után zenés estével zárult a nyárbúcsúztató esemény szombaton. Újra gondolnák az alkoholfogyasztás és a járművezetés szabályozását egyesek. Vannak, akik szerint szigorú a hatályban levő rendelet és engednének bizonyos lazítást. Nemrég Pécsen járt az agrárminiszter, akit a zéró toleranciáról kérdeztünk. Két olyan dolog van, amiben a magyar lakosság többsége egyetért. Az egyik, hogy 130 km/óránál gyorsabban nem lehet haladni az autópályán. A másik, hogy egy korty bort se lehessen fogyasztani az ebédnél. Így kezdte az agrárminiszter válaszát az autóvezetés és az alkoholfogyasztás szabályozását firtató kérdésünkre. Én nem gondolom, hogy ez helyes. De a társadalmi közvélekedés ez. Azt látom, hogy a körülöttünk lévő országban mindenütt a társadalom fölnőtt ahhoz, hogy az ebédhez, a gasztronómiához egy pohár bort, egy pohár pezsgőt, azt nyugodtan elfogyaszthat, anélkül, hogy részeggé válna, anélkül, hogy a közlekedés befolyásolna. Én azt gondolom, hogy erről társadalmi párbeszédet kell folytatni. Beszélni kell, egyeztetni kell, társadalmi bizalmat kell építeni ebben. A miniszter szerint mindenképpen szükség van a társadalmi többségre az autóvezetés és az alkoholfogyasztási szabályok megváltoztatásánál. De addig, míg a társadalomban nincs elfogadottsága ennek, és mindenki azt gondolja, hogy a magyar ember nem képes megállni, hogy csak egy pohár bort fogyasztanám, akkor részegen fog mindenki vezetni, sokkal több baleset lesz, addig nem lehet természetszerűleg ezt bevezetni. Viszont dolgoznunk kell azon, és egyeztetéseket, párbeszédet kell folytatni arról, hogy igenis, társadalmi felelősségvállalás, a megváltozott gasztronómiai szokások, az életmódunk, az értelmi képességünk Magyarország is lehetővé teszi, hogy igen, a kulturált borfogyasztást engedélyezni lehessen. Jelenleg, mint köztudott, zéró tolerancia van az ittas vezetés területén hazánkban. Európa több országában azonban megengedett bizonyos mennyiség. Németországban, a Benelux államokban, Ausztriában, Spanyolországban, vagy épp Franciaországban 0,5 ezrelék a tolerált véralkohol koncentráció. Ez igaz például Horvátországban vagy Görögországban is, míg Nagy-Britanniában 0,8 ezrelék. A közép-kelet-európai országoknál szigorúbbak a szabályok. A lengyeleknél 0,2, a szerbeknél pedig 0,3 ezrelékes véralkoholszint mellett még nem tilos vezetni. A cseheknél, a románoknál, illetve Szlovákiában hozzánk hasonlóan zéró tolerancia van érvényben. Nálunk borászok vetették fel, hogy lehetne enyhíteni a szabályozáson. Ez kormányzati szinten is megjelent, de egyelőre marad az iszik vagy vezet elve hazánkban. Végül mutatjuk újra röviden legfontosabb Tolna vármegyei híreinket. Felújítások a bonyhádi óvodákban, minden intézményben zajlottak beruházások. 497 éve történt a Mohácsi csata, a sereg útvonalát lovagolják végig civilek.
Jótékonysági sportnap, rászoruló gyerekeknek gyűjtöttek a sárkányhajósok. 210 kicsi iskola kezdését segítik, 2,5 millió forint értékben adományozott tanszereket a Máltai Szeretett Szolgálat. Szerdán szakadozik, csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen és egyre tartósabban süt ki a nap. Éjszaka még előfordulhatnak kisebb esők is. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!